Immár második alkalommal látta vendégül az egri főpásztor azokat a polgármestereket, akik településén a katolikus egyház által fenntartott oktatási intézmény működik az egri főegyház megye területén. Én nagyon boldog vagyok, hogy a településemen egyházoktatás folyik, nem, nem annyira látványos még a változás, de ebben biztosak is voltunk az indításkor, hogy, hogy ennek a sok évtizednek a hiányát nem lehet egy-két év alatt pótolni. Én hiszem azt, hogy egyetlen egy kisgyermeknek sem árt az, ha minél tágabbra nyitják előtte a, a világkapuit, és így beleértve az egyházi nevelést is. Tehát nagyon sok hasznos és jó dolgot tudnak megtanulni már három éves kortól kezdve. Az augusztus 21-én az Érseki Palota Látogató Központ udvarán tartott fogadáson elsőként Juhász Ferenc, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke köszöntötte a vezetőket. Őt követte Ternyák Csaba Egri Érsek, aki az elmúlt évek alatt tapasztalt jó és kölcsönös együttműködést a reményteli jövő alapjaként értékelte bizonyára feltűnik, hogy minden évben próbálunk valamit fejleszteni is a, a, az épületeknek az állogán is, azért hogy, azért, hogy a körülmények is alkalmasabbak legyenek a nevelés és az oktatás feladatainak elvégzésére. Ugyanakkor ez az alkalom, ez a találkozás legyen most számomra lehetőség arra, hogy köszönetet mondok önöknek, mert itt van egy kölcsönösség. Mi is tapasztaljuk azt, hogy azzal, hogy önök átadták az intézményeket nekünk, ezzel nem vették le a kezüket róla. Egy karbantartónak, mondjuk a rendelkezésre bocsátásával, vagy azáltal, hogy lenyírják a füvet, vagy számtalan egyéb módon kifejezésre tudják juttatni azt, hogy magunkénak tartjuk ezt az iskolát, akkor is, ha az egyháza fenntartója. Úgy gondolom, hogy ez az a mód, amelyel leginkább átérzik a településeken lévő polgárok azt, hogy mindannyian nyertek ezzel a folyamattal, amelyet néhány évvel ezelőtt beindítottunk. A főpásztori gondolatok után szeretett vendégséggel, kötetlen beszélgetéssel folytatódott a találkozó.